Sziasztok, Ajó vagyok, ez pedig a Játéknapló Extra. A mostani videóban friss japán útról lesz szó, pontosabban két darab Máriós és két darab Zeldás gasapon sorozatot fogok bemutatni egy kicsit közelebbről. Kezdjünk is bele! Szóval ismét a gasaponokról lesz szó, viszont most olyan fajtákról, amiket elsősorban inkább használati tárgynak szántak, nem puszta gyűjtői díszeknek. De ugyebár a Nintendo-ról van szó, szokás szerint ezeknek is szép áruk van a gyűjtők között. Én ezeket elsősorban a kollekcióm díszítése miatt vettem meg, egy-kettőt elhelyezni a polcokon vagy az asztalon, szóval feldobni egy kicsit a szobát, avagy még jobban nintendósítani a gyűjteményt és a hozzátartozó bútor darabokat. Kezdjük is akkor az elsővel, ami nem más, mint a Legend of Zelda Minishcap sorozat. Ez a sorozat elsőként gasamponként jelent meg 2005-ben a Eugene által, majd 2014-ben a Tomi is kiadott egy blindbox verziót. Ezek alapvetően telefonra akasztható kabalák, amiből összesen 6 darab van. Bár ez csak félig igaz, mert a Eugene kiadás egy klasszikus gasapon kiadás, ami annyit jelent, hogy a sorozatban mindig van egy titkos kijelzőjellel jelzett termék, ami rendkívül ritka. Ebben a sorozatban a gombán ülő Link az extra figura, amiből van egy híresebb artwork is. Ebből sokszor neten se találni, de ha véletlen szerencsénk van és pont találunk, akkor is jó mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, mivel simán elkérhetnek érte akár 15-20 ezer forintot. Ehhez képest a sima 6 darabos sorozatot olyan 5-10 ezer forint körül már bőven be lehet szerezni. Ez persze leginkább a kiadástól függ, az újabb Tomi verzió olcsóbb, a játék megjelenésével együtt kiadott Eugene sorozat pedig értelemszerűen drágább. Egyébként ezt a sorozatot már régóta nézegettem, de a képek alapján féltem, hogy nem olyan jó minőségűek, ezért mindig csak húztam, halasztottam a vásárlást. Most viszont sok év után ki tudtam fogni egy jó dílt, aminél már nem gondolkoztam, és bevállaltam, hogy akkor meglesem, mit tud ez élőben. A legnagyobb meglepetésemre sokkal jobbak, mint amire számítottam, remélem ez jól látszik a videón is. A Zelda, a Wati és a Minis karakterek rendkívül jól kilettek dolgozva, nekem talán a Wati és a Minis a kedvencem. A Linkből pedig 3 darab is van, azokból szerintem a gázgyaros verzió a legjobb, aminél Link azt a varázslatos korsót tartja. Összességében én nagyon örülök, hogy hosszú évek után végre sikerült rászállni magam, hogy minisfiguráim legyenek, és csak bátorítani tudok mindenkit a beszerzésükre, hiszen a miniskephez illően mindegyik aranyos kis figura. Akkor pedig most jöjjön a következő sorozat, ez a Legend of Zelda Shield Pin Badge Collection. Ez egy 6 darabból álló Zelda pajzsokat ábrázoló kitűzőszet, amit tavaly adott ki a Beam. Mint ötlet szerintem eleve jó pofa, hogy a Shieldekből csináltak egy teljes sorozatot, és nagyon jó, hogy mindezt ilyen rendkívül szép minőségben tették. A minőségnek viszont ára van, mivel a legolcsóbb teljes szett 13 000 forintról indul, és még alig telt el egy év a megjelenés óta. A Zelda cuccok mindig népszerűek, szóval ki tudja, mi lesz itt még pár év múlva, az biztos, hogy ha valaki ilyet szeretne, annak érdemes minél hamarabb lecsapni egy jobb dílre. Ahogy látjátok, mindegyik kitűző minősége és kidolgozása hibátlan, Zelda fanoknak szerintem kötelező darab a gyűjteménybe, és ez még tényleg az a fajta sorozat, amit nyugodt szívvel használhatunk is, hiszen igen masszív, nem törik, vagy használódik el könnyen. Én amúgy a melóba szoktam kirakni a kedvemhez és persze a ruhámhoz illő Shieldet, bár nem tudom mennyire véd meg a napi nehézségektől, egy biztos, jobb kedvem lesz tőle. Ezek voltak a Zelda szettek, most jöjjön egy kis Mario. Az első Mario szett a Super Mario 3D World Enemy Character Item Collection. Ez egy 2014-ben kiadott 7 darabból álló kulcstartó szett a Takaratomitól, ami többnyire ellenséges karakterekből és power-up itemekből áll. Mindegyik figura tetején egy-egy question block található pluszban, és azok fölött egy kapocs, ami segítségével ezeket rögzíthetjük a kulcskarikánkra, vagy persze bármely más tárgyhoz. Ezeket nem fogom kulcstartónként használni és kitenni mindenféle környezeti hatásnak, mert szerintem hamar lekopna róluk a festék, én inkább a lakásra fogom használni, azaz pontosabban a polcaim díszítésére. A polcokon sok kiálló csavar van, amire rá lehet ezeket akasztani, így legalább lesz valami tematikus díszítés, ami egyszerre szépíti a kollekciót és eltakarja a csavarokat. Minőségileg a figurák teljesen rendben vannak, amit egyébként szinte az összes takaratomi által kiadott Mario sorozatról el lehet mondani. A sorozatból nekem a kedvencém az ellenségekből a Cat Bullet Bill és a Cat Goomba, a Power Up-ból pedig a Super Bell és a Double Cherry vitte a pálmát.
A set jelenlegi árát nehéz belőni, mert eBay-en jelenleg egy ember találtam, aki ezt a teljes szettet árulja, és abból nehéz nagy statisztikát leszűrni. Az eladó 10.000 forintért adja, de gondolom, ha valaki figyeli, akkor talán pár ezer forinttal olcsóban is meg lehet szerezni. Amúgy, amit még elfelejtettem mondani, hogy ezeket akár egymáshoz is rögzíthetjük, szóval akár egy hosszú láncot is készíthetünk az összesből. Végül jöjjön az utolsó set, ami szintén egy Mario-s kiadás, ez a Super Mario Digital Items. Ez a sorozat 2015-ben jelent meg a Bandai által, és összesen 6 elemet tartalmaz. Nekem sajnos csak 5-ös sikerült beszereznem, a Question Blockhoz Stand még hiányzik a sorból, úgyhogy abból csak egy képet tudok majd mutatni. Ez a set kicsit eltér a többitől, mivel ezek kiegészítőként szolgálnak leginkább mobiltelefonokhoz. Japánban ennek nagy divatja van, számtalan témában készült és készülnek hasonló kiegészítők. Az első egy Mushroom Power Stand, ami asztali mobiltámaszként funkcionál. A gomba tetején a 4 kis pötty segít, hogy ne mozduljon el a telefonunk. Ebből van még egy Change of verzió is, amit viszont a telefonhoz tudunk rögzíteni a tapadókorong segítségével, ez rettentően jó pofa szerintem. Akkor van még egy csillag jack dugó díszünk is, amit a telefon jackjével, vagy persze bármilyen jack dugós készülébe dughatunk, ez azonnal cukivel varázsolja a készüléket. Ebből van még egy Piranha Plant verzió is, ami a személyes kedvencem, ezt annyira imádom, hogy amióta megvan, azóta mindig a Switch-emen használom. Aki ezt eddig meglátta, egy bolda volt érte, és azonnal akart egy ilyet, igazi népszerű cucc. Végezetül van egy Boo dizájnos fülhallgató kábel feltekerőnk is, ami szintén igazán menő és egyben hasznos kellék a mindennapokban. Ennek segítségével könnyen feltekerhető és letekerhető a kábel, emellett van még 2 kis bevágás rajta, amivel a kábel 2 végét rögzíthetjük. És akkor, ahogy már mondtam, van még egy Question Block mobil támaszunk is, amit hasonlóan a többi, ez a telefon kitámasztásához lehet használni. A teljes sorozat nagyjából 5-7 ezer forint körül beszerezhető az eBay-en. És akkor elérkeztünk a videó végére, ez volt a 4 Nintendo-s gashapon sorozat bemutatása. Nekem a Zeldásokból a kitűző sorozat tetszett a legjobban, hiszen nagyon profin kidolgozott mindegyik, és még hordani is lehet őket. A mini sorozat aranyos, ahogy a kulcstartós Mario set is, de Mario-ból nekem a mobilos kiegészítők tetszettek jobban, és abból is a kis piránya Jack the Goldies, ami nélkül már el sem tudom képzelni a Switch-emet. Szerintem nagyon jó kis gyűjtői cuccok, amiket vihetünk magunkkal, vagy akár feldobhatjuk velük a lakás hangulatát. Az ilyen Nintendo sorozatok amúgy rendszeresen jelennek meg Japánban, szóval érdemes figyelni az újakat, mert azokat általában olcsóbban be lehet szerezni. A régi sorozatok beszerzése már húzósabb dolog, ott sok türelem és persze szerencse is kell, hogy egy-egy jó deal összejöjjön, de itt is igaz, ami a retróra általában, hogy a régi menőbb cuccokat nem nagyon lehet már olcsón beszerezni. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, vagy kommenteljön neked, melyik figura tetszett, vagy hogy te milyen Nintendo cuccokkal díszíted a szobádat. Ha pedig érdekelnek a Nintendo-val kapcsolatos játékok, gyűjtenivalók, akkor pedig iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj róluk. Köszi a figyelmet, jó játékot!